Az érzékeny neoklasszicista, aki napjait a népnek szenteli, Kazinczy Ferenc is a vitatott hagyomány. Dr. Frid István már több tanulmányt írt Kazinczy Ferencről és munkásságáról. A Szegedi Tudományegyetem emeritus professzora most új megközelítésben mutatja meg a széphalmi nyelvújító hatását. A kötet a hazai irodalomtudósok között az 1910-es évektől tartó vita érveinek megismertetése kapcsán még Kazinczy munkásságát jól ismerők számára is tartalmaz új adalékokat, vizsgálati szempontokat. Állandóan meg kell újítani ezt a költői nyelvet, nincs olyan magyar költő, aki ne újított volna. Kazinczy erőszakosan újított, újításának nagyobb része fennmaradt. Kérdés, hogy szükséges volt erre, ugye az volt a vád, hogy volt egy erőteljes magyar nyelv, amit a Kazinczy féle nyelvújítás, nem Kazinczy volt az egyetlen. A könyvbemutatón a Kazinczy Társaság elnöke Fehér József köszönte meg Frid István munkáját. A tudós tanulmányaiban jelentős szerepet játszik abban, hogy a mai irodalomtudomány folyamatosan foglalkozik Kazinczyval, nyelvújító és irodalomszervező munkásságával. Hosszú évtizedekre előtt és ihletett órákat, hogy Kazinczyval, de mások munkáforrásaival foglalkozzál. A könyvet a legméltóbb helyen, Kazinczy egykori birtokán épült Magyar Nyelvmúzeumában mutatták be. Igazán értő közönség az Édesanyja Nyelvünk Nyelvhasználati Verseny országos döntőjének résztvevői előtt. Dr. Kovács Dániel, a könyv szerkesztője, szólt a verseny elmúlt 4 évtizedéről is. A megmérettetés igen fontos szerepet tölt be a nyelv és az irodalomtudományok népszerűsítésében. Az 1973-ban indult versenyen ugyanis közel 5000 tanuló vett már részt.